Nagy volt a nyüzsgés a sportház emeleti folyosóján, sokan már jelmezben érkeztek a farsangi játszóházba. Az állapot? Ez egy ilyen Forma 1-es autó, ilyen versenyautó jelmez, tehát hogy így tudja, a boxnál van az a garázs, ott vannak ilyen emberek, azok valami ilyesmit viselnek, és azok cserélik ki a kerekeket, és még töltenek belé még üzemanyagot a autóba. Az Agora rendszeresen szervez családi programot, ahol a tipegőktől a felsősökig minden korosztály talál elfoglaltságot. Ilyenkor mindenki elkezdi a vízkereszt után a farsangi mulatságokat, a gyerekek mindenhol azt hallják, hogy lesz óvodában farsang és az iskolában, így mi mindenképpen egy ilyen ünnepi játszóházzal készülünk. A gyerekek boldogan készítettek mókás farsangi kitűzőt, és a fánk készítést is csak nem mindenki kipróbálta. Ez a két kis hercegnő a tészta gyúrásában, formázásában segítkezett. Megjavítjuk, és megsodorjuk, szétvágjuk, és a néni meg kisüti. Nagyon szeretem a fánkot, és szeretek ám otthon lenni. És ettél már olyan fánkot, amit te készítettél? Nem. A fánksütés elmaradhatatlan része a farsangi hagyományoknak. Forgácsfánk az olajban sült, régen zsírban sült tészta volt, a farsanghoz mindenképpen kapcsolódik, hiszen ilyenkor zsírosabb ételeket ettek, így a sütemény is zsírral készült. Amíg hűlt a tészta, sokféle fajátékot kipróbálhattak a gyerekek, a tipegőket pedig óriási játszószőnyeg várta. Ez az anyuka pici babáját és másfél éves kislányát is magával hozta. Sok olyan játék van, ami tetszik neki, szereti a kirakókat, szeret vonatozni, autópályával is szívesen játszik, és itt úgy látom, bőven van választék, főleg fajátékokat látok, ami nagyon jó, nagyon sokat fejleszt rajta, úgyhogy remélem, hogy hasznosan eltöltjük itt ezt az időt. Ezúttal a kisebbeknek szólt a bábszínházi előadás is, amelyben azt tudhatták meg a gyerekek, hogyan fogott tolvajt burkus kutya.